itt a Cherry Parfüm Podcast. Magyarország kedvenc, illatos, beszélgetős műsora. Elképesztő eszenciák. Emlékeket előhívó illatfoszlányok. Hasznos infomorzsák. A legkülönlegesebb érzékünkről. Minden, ami parfüm. Üdvözlök mindenkit a Cherry Podcastban. Beszélgető partnerem Lazolkov néven fut, akinek nem tudom eldönteni, hogy írásai vagy puszta jelenléte az elvontabb. Lazolkov rájött az örök fiatalság titkára, ami nem más, mint a nyitottság, az egészen új dolgok felé is, cicák és a parfümök triumvirátusa. Szóval tanuljunk tőle. Hát futok, vagy nem futok, nem tudom. Lényeg az, hogy Kriszta mutatott be engem, aki a Cherry Garden és a Niche Gallery főleg, a Niche Gallery ütöskéje, lelke, mindennek a központja. Egy igazi tündérlány, akit volt szerencsém megismerni már akkor, amikor még nem is dolgozott itt. Egy merényletet követtem el ellene, ráfújtam a Zoologist-nak a híraxát, és hát ne tudjátok meg, milyen hatást váltott ki belőle. Szinte eltorzult az arca, de látszott mögötte, hogy egyszerűen nem tud mit mondani rá. Viszont később olyan metaforikus ugrásokat hajtott végre, kinyílt, mint egy tuba rózsa, és most már úgy tud beszélni a parfümökről, majd hallani fogjátok, hát mindenki el fog ájulni. Szóval ő Kriszta. Először is beszeretnénk mutatkozni, mi a Cherry Gardennek vagyunk így a tagjai. A Cherry Garden egyébként egy különleges kis nis parfüméria, ami az opera, a bazilika és a nyugati által bezárt háromszög szívében található egy kis oázisban. 2018-ban nyílt ez a parfüméria, és így a művészi parfümök szerelmeseit várja több mint 70 brenddel így Budapest szívében. Hát itt a lényeg végül is az hogy ők nis parfümöket mutatnak be a kis ékszerdobozukban, és akkor szerintem egy pár szót azért beszéljünk a nis parfümökről. Rendben. Egyébként a mai podcastunk a következő kérdés fogja körbejárni, ami nem más, mint hogy lehet műalkotás egy parfüm, amely művészetnek tekinthetőek a parfümőrök munkája. De előtte akkor tartsunk egy kis parfüm kisokost, hiszen vannak dolgok, amik számunkra alapvetőek, de nem mindenkinek az. Szóval akkor mielőtt még a nisről beszélnénk, mint fogalom, és hogy mit jelentenek azok a nis parfümök, beszéljünk magukról, a parfümökről, a parfüm eredetéről. Szóval egyébként a parfüm az egy latin eredetű szó, a perfumum szóból ered, ami azt jelenti, hogy füstön keresztül. Ez a füstön keresztül, erről az már korábban meséltél nekem, hogy ez miért volt fontos régebben. Hát több ezer évvel ezelőtt az emberek főleg még füstöltek, és illatokat így nyertek a különböző növényi alapanyagokból, és gyakorlatilag a füstön keresztül kommunikáltak az istenekkel, és képzelték azt, hogy így fohászkodnak hozzájuk, illetve... Van egy ilyen lélekemelő hatása igen, is. Pontosan. Igen. Tehát ez a szó háttere feltehetőleg. Egyébként parfümöket úgymond tudatosan már nagyon régóta készítenek, tehát hogy például Néró császár jó maga, ilyen a szökőkútban rózsa és jázmin olajat engedett, és akkor az ott csordogált, szóval el tudjuk képzelni, hogy milyen hangulatot teremthetett. Vagy például az araboknál ugye mindig jönnek és kérdezik, hogy ilyen arab illatok vannak, szóval már az araboknak is ugye tudjuk, hogy hatalmas ilyen illatkultúrájuk van. És van ez a Bahur, tudod, van a Jussé parfümházunk, a svájci brand, és ott is van ez a Gourmand Bahur, és akkor ott a Gourmand illat van az illat előterében, viszont a háttérben ott ez a Bahur, ami ezeket a fagyanták bemártogatják különböző eszenciákba, ezeket égetik, és akkor ez átitatja az otthonunkat, a ruházatunkat, így az egész légkört. Viszont hadd dicsekedjek el neked valamit. Mondjad. Szóval annyira pontosan nem tudják, hogy mikor készült el az első parfüm, viszont tudjuk, hogy
ki volt és hol volt az első lejegyzett parfümőr, és az hölgy volt. Babiloni hölgy Mezopotámiából, az volt a neve, hogy Tapputi. Tapputi. Milyen jó érzés kimondani, hogy Tapputi. Szóval ő volt az első, aki aztán amúgy konkrétan így a modern parfümkészítés előlegezte. Ősanyja. Ősanyja, igen. Szóval ő ez. És ez, igazából ez csak szuper érzés, hogy hölgy parfümőr volt az első, mert aztán most így amilyen parfümökről fogunk beszélni, nagyrészt most férfi parfümőrök lesz szó szerintem a mai nap folyamán. Igen, csak hogy hölgy volt az első, szóval ezt szeretném kiemelni. Ha megnézzük a parfümőrök listáját, a híres parfümőrök listáját, akkor ott ugyancsak 70-80%-ban férfiakat találunk, viszont a hölgyek is képviseltetik méghozzá a top 5-ben is legalább három nőt tudnék, Francesca Bianchit, Olivia Giacobettit és társait felsorolni, Mandy Aftel, aki egy istennője ennek a művészetnek. Bocsi, egy dolgot, hogy ugye mi mondjuk ezt a parfümör dolgot, de akkor mondjuk mellé az orr, mert tudod, vannak olyanok, akik azt kérdezik, igen, hogy ez a parfümör orr az, aki konkrétan elkészíti az illatot. Vannak, akik autodidakta módon tanulják, vannak, akik elmennek szépen iskolába végigcsinálják, most már szerintem ez az autodidakta is eléggé gyakori. Akkor jöhetnek ezek a fránya nis parfümök, amikről hát... Úgy van, hogy ugye megkérdezel egy bizniszembert, akkor azon elmondja, hogy ez egy piacirés. Ha megkérdezel egy TikTok rajongót, akkor elmondja, hogy nem tudom, van ez a hashtag, hogy find your niche, tehát hogy meg kell találnod azt a célközönséget, akit te szeretnél. Azt a részt. Azt a részt. Tehát, hogy ez egy nagyon szűk kör, tehát, hogy nem a tömegnek gyártják le, hanem tényleg egy szűk körnek, én specifikus igényekre szabva. Na de, maga a nis egyébként, ez egy ilyen falba való bemélyedés, egy kis polc, ahol a legszebb, legértékesebb dolgunkat tesszük. És maguk az illatok, tehát ezek a nis parfümök, ezek... egyértelműen innovatívak, egyfajta progressziót képviselnek, és elsődleges szempont az alkotás szabadsága, és az ehhez társuló kreativitás a művészi önmegvalósítás jegyében, és hát ez témánk lényege is, a művészi megközelítés. Általában történeteket mesélnek el, és igyekeznek érzelmeket kiváltani a használóikból, illetve felidézni ezeket a bizonyos emlékeket az emberekben, miközben lehetnek provokatívak egy limitált vevőkör számára, de ez nem minden esetben ilyen sokkoló hatást kell elképzelni. Míg a designer parfümök, a mainstream az ilyen reptéri duty free shopokban, meg egyéb... Nem szoktál ott megállni szagizni? De szoktam. A művészeti vezetők, mert nyilván ezeknek a nis parfümériáknak van egy művészeti vezetőjük, amik néha egybeesnek avval is az orr kilétével, ezek a kézműves házak. Viszont az independent, vagy független parfümházak, azok, mint például a Zoologist, a Hiraxot, említettem Kriszti kapcsán, ők például megbíznak parfümőreket, és közösen együtt működve alakítják az illatot. Nagy befolyáson, igen. Szóval ez az indie artisan parfümök kapcsolata. Viszont egy kicsit visszaütött ez a dolog, mert hogy itt a megszokottól eltérő parfümökre sóvárgó vevőkört megcélzó nis brendek egyre szaporodnak, és úgy tűnik, hogy ezek a nagy brand behemótok egyre inkább felvásárolják őket, illetve ők maguk is kreálnak ilyen brendeket, amik már abszolút a minőség rovására mehet. Tehát azért óvatosan kell bánni, természetesen Cherry Gardenben csak igazi eredeti nis parfümöket lehet kapni, itt a látverés oltárán nem áldozunk fel senkit. Akkor most térjünk át végülis a beszélgetésünk lényegére, arra,
arra, hogy művészet-e a parfüm készítés, igen, illetve műalkotás-e, mint objektum egy parfüm. Erről mindig is vitatkozni fognak az emberek, hogy mi tekinthető művészetnek, és mi nem. Számos meghatározását találjuk ennek. A számos definíció közül egy biztos, hogy ennek a meghatározásához a készség és a kreatív képzelőerő tudatos használata nélkülözhetetlen. Műalkotás pedig az ember által előállított bármilyen anyagból készült műtárgyat szoktunk általában érteni, amelynek olyan esztétikai jellemzői vannak, melyek képesek érzelmeket kiváltani, érzéseket az emberekből. Az ilyen egyedi és különleges, mint például a nis parfümök előállítását és annak komplex illatát egyértelműen még nem ismerték el művészeti formaként, pedig véleményünk szerint egyértelmű. És erről szó podcastünk is, hogy egy parfüm esetenként, mert hogy nem minden parfüm, azért azt be kell, hogy valljuk, rendelkezik avval a technikai és esztetikai jellemzőkkel, amit ennek a kérdésnek az eldöntésekor semmiképpen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nélkülözhetetlen ezekhez a parfüm formulák elkészítéséhez a szakértelem, a kreativitás, és egyértelmű, hogy az illatok jelentős része egyfajta szépséget és érzelmet hoz a használói életébe. Sokan az ellenlábasok közül azt mondják, hogy de hát nem tapintható, mint például a szobrászat, vagy az építészet. Vizualitás sincs különösebben benne, mint a festészetben, vagy a fotográfiában, de a hangja sincs nagyon, pedig akkor kifújjuk, akkor van hangja. Ez csak részben igaz, mert hát tapintható is tulajdonképpen egy parfüm, és vizuálisan is van színe. Viszont hatása van, és nem is akármilyen, mert amikor magunkra fújunk egy illatot, akkor esetenként elájulunk annak hatásától. Ehhez hadd fűzzek hozzá egy gondolatot, mert hogy ez szerintem azért érdekes és azért jó, mert hogy ugye beszélünk a művészetekről, mint zene, vagy mint festészet, vagy stb. És gondoljunk bele, hogy tényleg vannak emberek, akik mondjuk elvégzik a munkájukat, és akkor munka végén valami hobbinak, vagy valami művészetnek adnak teret az életükben, és egyre több az az ember, aki viszont tényleg így a parfümök felé nyit, és ezt mint művészetet űzi, és ezzel foglalkozik, és ebben mélyed bele, és ezeket szagolgatja, és gyűjti, és tanul, és fejleszti az orrát, mert hogy fejleszthető az orr. Szóval talán szerintem azért fontos, hogy elismerjük, vagy nem fontos, hogy elismerjük, de azért, hogy ezt így tisztázzuk, mert hogy nem, az emberek erre csak úgy gondoltak idáig, hogy akkor úgy legyen jó illatunk, vagy hogy ne legyünk büdik, vagy elnyomjunk valami más szagot, és akkor ez, de hogy ez annál több, és szerintem itt ez a művészeti felismerés, talán igen, ezért fontos. És hát ha belegondolunk, a maga az öltözködés, ugye az illatok viselése is egyfajta önkifejezési mód, ennek az egyik megnyilvánulása, hiszen ez egy talán a leghordozhatóbb intellektuális konstrukció egy parfüm, már csak összetettsége folytán is, mely alkalmas arra, hogy egyrészt védő pajzsként hordjuk, egyfajta magunkba vonulás, egyfajta meditatív állapot elérése céljából, de akár egy támadó fegyverként is használhatjuk, akár gondoljunk arra, hogy a hatós villamoson néha milyen támadó fegyverekkel találkozunk másokon. De például ezt hagyj fűzzem akkor hozzá, hogy én talán tegnap vagy tegnap előtt valakivel beszélgettem, és nagyon hogy éreztem, hogy egyszerű ez a parfüm, ami rajta van, de ez nagyon ő volt. Nagyon az ő személyisége volt, és nagyon üdítő volt, és miközben mesélt, én csak folyamatosan mosolyogtam. De akkor ismerted őt már. Ismertem a szemét, de valahogy, hogy az az illat, ami volt vele, az egészében, az annyira kisugárzó volt, hogy tudatosabban figyelem, mert én már szaghizok mindent és minden, de nagy hatással volt arra rá, hogy én hogyan közelítsem meg azt a szemét. Hát mindesetre, amikor illatot választ az ember, akkor nem csak arra kell gondolni, hogy mi hogy érezzük magunkat abban a parfümben. Nyilván ez a legfontosabb, igen, szempont, hanem azért másokra is kell gondolnunk, hogy például az alkalom, vagy az a személy, akivel találkozunk, hogy az hogy fogja értékelni majd, illetve érzékelni rajtunk ezt az illatot.
Te melyik típus vagy? Csak hogy így te hú, hát én ezt nem is szívesen mondom el, de nekem tehát egyrészt ritkán mozgok emberek között, de viszont én sosem gondolkozom. Tehát éppen amihez kedvem van, azt fújom. Aha. Nyilván azért úgy átgondolom, ha olyan helyre megyek, hogy mégse a legvadabb istálló trágyaszagú údot fújjam magamra. Van ilyen. Én azt akarom mondani, hogy én az vagyok, aki törődik ezzel, de amikor elmegyek valahova, akkor mindig kiderül, hogy én igazából ezzel nem törődök, mert a mennyiségén mindig egy kicsit túlcsordulok, igen, sikerült. Hát akkor megállapíthatjuk, hogy ahogy ezt egy régi egyiptomi mondás is mondja, hogy egy illat nélküli nap elvesztegetett nap. Ezt te is így gondolod már, Kriszta, nem? Az teljes mértékben. És az eddig elhangzott... Mesztelennek érzem magam, ha nincs parfüm egyébként. Kell valami mindig, amit így napközben így elemezgetetek. De ugye mi bátran kijelenthetjük akkor, Kriszta, hogy... Most nem vagyunk mesztelenek. ...hogy a parfümkészítés művészetnek, maga a parfüm pedig művészi objektumnak minősülhet. Nagy kérdés, hogy mások mit szólnak ehhez. Hogy próbálják ezt bevezetni a köztudatba? Hát azt már mondtuk, hogy a nis parfümök mindenképpen történetmesélésről, önmagunk megvalósítása, megtalálásához vezető útról is szólhatnak, kifejezően az érzelmekre való hatás kiváltásáról, miközben egyértelműen emlékeket is felidéznek ezek az alkotások, amikor ilyen érzelmi húrokat pengetnek lelkünk mélyén, és elvarázsolnak kezdődnek bennünket. Kezdődnek a szavak. Tehát az egy zsigeri tény, hogy az illatokat nem látjuk, nem érintjük, nem halljuk, de ha egyszer megtapasztaljuk őket, akkor azok olyan mélyen bevésődnek az emlékeinkbe. És akkor most téged kérdeznélek vissza, hogy mert hogy ez teszi annyira személyessé az illatokat, nem feltétlenül a parfümeket, az illatokat, és most arról kérdeznélek, hogy neked van-e ilyen mélyen az emlékeidbe vésődött illat, ami felidéz valami gyerekkori, fiatalabbkori, bármilyen, valami eseményhez köthető, személyhez köthető, érzelmekhez köthető illatod? Nem tudom, én boldog érzésekhez szeretek kötni illatokat, olyan... Nincs is olyan negatív? De biztos van, de én azokat nem akarom tudatosítani, meg lesz is majd, tudom, mert mi növök, cseperedek én is, és akkor egyre több az ilyen élmény. De van konkrét boldog pillanat, például én ilyen nagyon karácsonyi lány vagyok, és most nem a fahéjra gondolok, meg ezekre a mézes kalácsos dolgokra, az is csodás, és olyan is van. De a templomban ez a töménezéses dolog is. És ugye több fajtát használnak különböző módokon, stb. Meg az is számít, hogy ugye ki milyen templomba megy, milyen tömént használnak ott. De van egy-kettő illat itt az üzletben, ami így nagyon mélyre megy. Tehát, hogy nem, egyszerűen így nem tudod felszínesen szagolni, és tökre érdekes, mert például a hugomnak megmutattam, és neki ugyanaz ugrott be. És valahogy még ez egy fokkal még érzelmesebbé teszi a dolgot, hogy valahogy ilyen mélyen ott lent is még csatlakozunk így érzelmileg. Szóval nekem például ez az egyik a tömmén. A másik pedig szerepékre van ez az Atlante illata, ami emlékszel, hogy az nekem mennyire tetszett az elején. Na, ilyen, nagyon ilyen vízparti lány vagyok, és a nyaraimat mindig Balatonon, vagy aztán Horvátországba töltöttük, és ezek olyan illatok, amiket egy idővel megfogalmaztam magamba, de amikor beleszagoltam, ami nagyon erős boldogságérzés kapott el engem, de amúgy vannak ezek a héber misztikusok, akik mondták, hogy minden érzékünk örömöt okozhat a testnek, míg a szaglás kifejezetten a léleknek okoz örömöt, és ez szerintem ez tökéletesen visszaadja azt, amit elmondtam. Ez kapcsolhatjuk egyébként Mandy After szavait is, aki pedig valami ilyesmit mondott, hogy a parfüm az egy illékony identitás, hogy amikor viseljük, akkor azt tulajdonképpen önmagunk kivetítésének is nevezhetnénk. Hát az emberek azok jellemzően egyébként az érzékszerveik közül a szaglást sorolják leginkább háttérbe, azt tartják a legkevésbé fontosnak, pedig már a baktériumoknak is van szenzoros rendszerük. Sok korabeli filozófus is például
ezt egy ilyen alacsony rendű, legalacsonyabb Kant. Rendű érzékszernek tartotta, egy ilyen állatias érzékszernek, például Freud nézete szerint, az egy kifejezett állati érzék a szaglás, amelyik irracionális viselkedéshez vezet, egyenesen triviális luxusnak és infantilisnek és perverznek, mondta a szaglás. De gondolhatunk arra is, hogy régebben az irodalom is viccet csinált a szaglásból, mert például Gogolnak a novellája az Orr, az is kifigurázza tulajdonképpen a szaglást és annak a szervét, Iván Jakovlevics Borbé, miközben a reggeliét fogyasztja, akkor a cipó közepében megtalálja a Kovaljov törvényszéki ülnök orrát, ami felismer, és rájön, hogy ő hagyta el ezt a nemes szervét, majd nem folytatom. De egyébként akkor például gondolj bele a magyar nyelvbe, de ez angolul is így van, hogy az érzékszervekhez, például az orr az egy negatív dolog, hogy mindenbe belelógatod az orrodat. Igen, gyakran kerülnek elő a büdös szagok, leginkább a bélgázok kapcsán például a gyerekeknél ez egy kifejezetten közkedvelt téma. Micsoda diplomatikus megfogalmazás. Majd lesz ez így se. Mindenesetre nagyon érdekes, hogy az illatok által kiváltott ilyen hangulatváltozások, azok mennyiben okozhatnak például fiziológiai állapotváltozásokat. Tehát például egy illat jobb kedvre derít, attól esetleg az immunrendszeredre is ez hat. Tehát hatékonyabban működik, akkor ellenállóbb leszel. Egy jól kiválasztott parfüm akár ilyen gyógyszerként is funkcionál, azáltal, hogy a kedélyedet megváltoztatja, és jobb hangulatot ad neked, ez egy roppant érdekes. Érdekes, mert hogyha nem stresszelsz, vagy ez tényleg felolt téged, tehát hogy a stressz is okozhat olyan konkrét betegségeket, ami aztán láthatóvá válik, hogy ezt feloldja, akkor végül is. Igen. És akkor most szerintem térjünk vissza az alaptémához, ami a művészi, esztétikai megközelítést jelentette, mert hogy megállapítottuk most itt Krisztával, hogy számunkra egyértelmű művészeti alkotás egy parfüm esetenként. Ennek az állításnak elmesélnék neked, Kriszta, egy nagyon érdekes kiállítás, mivel a művészi elismertség legkiemelkedőbb szószólója az Jean-Claude Elena, aki hát szerintem minden parfümkedvelő ismer, mert a Hermès, a Frédéric Mar és számos L'Artisan parfümöt is ő kreált. Ő szövetkezett Chandler Burrrel, aki több könyvnek is az írója, illetve amerikai újságíró a New York Times-nál kezdett egy sorozatot a Scent Notes címen, és itt folyt bele a parfümök birodalmába, de egyben múzeumi kurátor is, és az ő hitvallásuk szerint ezek az illékony struktúrával nem rendelkező alkotások igenis művészi objektumok lehetnek, és maga a parfümkészítés az művészet. A parfümök művészete az, hogy bennük milliónyi molekula, aromaanyag, ból kevert oldalt áll össze egy olyan nagyszerű és megismételten kompozícióvá, ami mondjuk akár egy Mona Lisához is hasonlíthatunk, vagy bármilyen híresebb művészi alkotáshoz. Ezt ők hát egyfajta ilyen szaglóművészetnek nevezik, vagy illatművészetnek is mondhatjuk, illatalkotásnak. Tehát ezeknek létjogosultságuk lenne a múzeumokban és galériákban, mint ahogy hozzátartoznak a fésülködő asztalunkhoz, vagy a fürdőszobai szekrényünkhöz. És hát ha belegondolunk, pár évvel ezelőtt még a filmművészetet sem tekintették, vagy a fényképezést művészetnek, most pedig már az. Tehát a jövő útja szerintem az, hogy ez is azzá válik. Nyilván ennek fontos akadályozó tényezői voltak az elmúlt évszázadokban, hiszen az illatok, a parfümök, azok a gazdagoknak a kiváltságos, megfizethetetlen tárgya volt. Ez most már kezd. És most már gyakorlatilag bárki számára elérhető, gyakorlatilag mindenki hozzáférhet. És akkor elmondanám, Chandler Burr mit talált ki. Felállított egy kiállítást, egy múzeumi kiállítást,
amely képzőművészetként kezelte a parfümöt, ezt a New Yorki Museum of Arts and Designban. Jártál ott? Nem, de a Guggenheimben igen, majd ott arról is egyik podcastünkben szerintem beszélünk, hogy ott mik történtek. Mindenesetre egy nagyon különleges installáció volt, ahol a történelmi nagy 12 parfümöt állította ki, mindet ő választotta ki, és egyfajta ilyen esztétikai evolúciót próbált végigvezetni ezen a 12 parfümön, amik 1889-től napjainkig foglalják össze a parfümkészítés történetét. És ezeken keresztül szemléltette tulajdonképpen az illattervezésnek a legfőbb újításait, tehát a szintetikus nyersanyagok bevezetése, mert ugye 1889 előtt gyakorlatilag csak természetes anyagokból csinálta a parfümön. Ez az évszázad fordulóján következett be, hogy már ilyen szintetikus anyagokat is felhasználtak. És egy ilyen rendkívül minimalista fehér szobába léptek be a látogatók. A fehér falakba bele süllyesztett ilyen öblök voltak. A falakra pedig kivetítették az illat nevét, illetve a parfümőr nevét. Van egy-kettő, amire így emlékszel, hogy mit? Persze, a leghíresebb, és az első leghíresebb az a Gigi volt például, a Guerlainnek az egyik parfümje, de köztük szerepelt például a Drakkar Noir, vagy említhetnénk az egyik leghíresebbet, az Angel-t, kéne ismerni ezt az édes, szuper pempőt. És egyébként ezek olyan illatok, amiket most megkaphatnak ugyanebben a formulában az emberek? Nem, ez már csak ilyen nagyon eldugott, gondolj bele, hogy van köztük 120 éves parfüm. Tehát az nyilván, most azt nem mondom, hogy megromlott, mert hát ráadásul az egy szintetikus dolog volt, az egy forradalmi volt ez a Guerlain parfüm akkoriban. Hát nehéz hozzájutni, biztos, hogy van még itt-ott elrejtve egy-két eredeti példány. Ezeket próbálják utángyártani nyilván, több-kevesebb sikerrel. De mindesetre ott tartottunk, hogy akkor ott van ez a nagy fehér szoba, ahol belépsz, és akkor ki van írva a parfümőr neve, valamilyen stílust is mellé rendelt, a parfümőr neve, meg a... Mi még? Összetevők esetleg, vagy ezt nem állítottál? Nem, az egy külön poén az összetevők, mert hogy itt szembesülsz először, mert egy korábban, ezelőtt a kiállítás előtt, ez így nem tudatosult az emberekben. Mi vannak összetevők? Nem, hogy parfümőrök vannak. Tehát amikor te bementél egy a XY parfümöt megvenni, mert azt úgy hallottad a szomszédottól, vagy a munkahelyeden. De fogalmad nem volt, hogy ezt most Dominique Ropion, Bertrand Dusoful, vagy ki készítette. Na, itt szembesülhettél vele, és ezt nagyon fontosnak tartotta Chandler Burr, hogy ezeket a tudomásunkra hozza. Nyilván átmehettél utána egy másik szobába, ahol magát a matériát is nem csak abban a fülkéből áradó illatot vizsgálhattad meg, hanem magát a folyadékot is megfoghattad, és írhattál is a parfümről, ami nagyon lényeges, mert ezt elmentették, és hogy végre szavakba önthették az emberek, hogy mit éreznek például egy parfümnek. Ez az írás, ez érdekes, ezt most, hogy így megemlítetted, mert szerintem ez egy eléggé nagy kihívás, hogy van valami, ami megfoghatatlan, láthatatlan konkrétan, és akkor mind nagyon mélyre hat az érzéseidre, és akkor ezt fogalmaz meg. És akkor tulajdonképpen mi is azt csináljuk, hogy megnézzük a fragrantikát, és akkor elolvassuk, hogy mi van benne. Hogy bergamot van benne, meg sáfrány, meg mit tudom én mi. Hát te a fragrantikát nézed meg, én a hivatalos oldalt. Teljesen mindegy, azt is megnézheted. De Burr ellenzi, Chandler Burr, az alkotások nyersanyagaira való egyfajta ilyen idióta redukcionizmus, tehát hogy egy parfümöt az alapján ítéljünk meg, hogy mit írtak róla, hogy mi van benne, hiszen ez teljesen lényegtelen, mert ha belegondolunk, hogy egy épület mitől tetszik nekünk, ott se azt mondjuk, hogy milyen minőségű vas van, meg beton, meg fa abban az épületben, hanem az összhatást nézzük, tehát sokkal fontosabb az, hogy mivé válik. Ha most lassan közelítünk már afelé, hogy három parfümöt megismerünk itt, magunkra fújjuk és beszélünk róla pár szót, azért arról is kell ejteni egy néhány szót, hogy gyakran a legtöbb ember az nem tudja megfogalmazni egy illatról, hogy milyen jelző szerkezeteket alkalmazzon.
annak összetevőiről beszéljen, vagy a rágyakorolt hatásáról. Ezért gyakran azt állunk, ilyen metaforákat más érzékszervektől lopjuk el a kifejezéseket, hogy most hogy lehet egy illat például puha, vagy szögletes, vagy piszkos, vagy mit tudom én, érted? Sejmes, lágy, vizé, pörpül, bíborvörös. Tehát gyakorlatilag az illatok azok totálisan áthatják az érzékszervi metaforákat, ahogy téged is jellemeztelek, Kriszta, hogy amikor ide kerültél, akkor a híraxot megszagolva egy ilyen mélybe rántott sikolyt láttam az arcodon, és nem tudtál megszólalni, és csak úgy hümmögtél, és de most szerintem a híraxról kellene beszélni, órákig tudnál. Na most ezt fogjuk kipróbálni, hogy akkor megszámolni ilyen parfümöt, beszélünk róla nektek, és meglátjuk, hogy mi jön ki a szánkon. És hogyan jön át ez nektek? És akkor például, amikor a színeket említünk itt a metaforák kapcsán, egy podcastet biztos erre fogunk előbb-utóbb szánni, hogy például a színes parfümöket, hogy milyen színek jutnak eszünkbe, erről is lehetne beszélni. Szuper, na de akkor szagízzunk. Szóval akkor fújjuk ki bőre az első illatot, mert most itt papíron szerintem felesleges lenne szagolgatni. Én fújom, hova szeretnéd? Csukló? Ide. Igen. Pulzuspontra fújunk. Pulzuspont, és akkor ott... És mi ez a parfüm? Ez a Sarah Baker Far from the Madding Crowd illata. Sarah Baker egyébként egy amerikai származású hölgy, viszont Londonban él. Mindennel is foglalkozik, ahogy mondanánk. 2019-ben kollaborált például Versace-val, és egy nagyon izgalmas könyvet adtak ki, amúgy nagyon elvont a nő. Ő amúgy 2014 óta tanul személyesen parfümöket készíteni, és hát igazából a Covid-nak hála, tehát hogy mondhatunk ilyet, ugye Los Angelesben van egy jó kis parfümkészítő iskola, ahol ezt így kitanulják, és mivel átment online-ra az az iskola, és volt lehetőséget tanulni ott például Sarah McCartney-tól, akinek van egy-két komoly parfümje, akár még a branden belül is, de ugye kívül is. És akkor itt Sarah Baker Miguel Matos-sal kollaborált, aki hát ugye eléggé nagy sztár szerintem így a korunkban. Itt a Cherry Gardenben számos parfümünk van tőle már. Én egyébként a Kalás branden belül kezdtem őt megismerni, de ott van például a Nissan-nál is, akkor... Ugye te a Sarah Baker parfümháznál is alkotott. Én nem tudom, hogy te hogy vagy vele, szerintem ez nem egy tipikus matos illat. Igen, meglepő, és hajlamos az agresszív illatok, főleg a tubarózsa központú agresszív illatok elkészítik. Jó animális környezet. Igen, és szereti nagyon az ilyen megypálinkát, meg ezeket az agresszív illatokat. Gondolj a Jungle Jezebelre, hogy ott mi zajlik le. Ott a bubblegum, meg a többi robbanás, ami ott lezajlik abban a parfümben. Hát itt finomabbra vette a dolgot, itt heliotrópot használt, bergamotot, petit grain-t. Mi ez a petit grain? A petit grain az a keserű narancsnak az olaja. Itt elsősorban a rügyeket, a fiatal ágakat, leveleket desztillálják, tehát ez egy ilyen üdes-zöld, nagyon enyhén kesernyés illat. Én nekem ebben az illatban nagyon tetszik az eukaliptusz és a fekete ribizlinek a társítása. Ez szerintem egy zseniális kombináció. Az eukaliptusz, hogyha egy nyakra felfújott például, napközben így, olyan, mint hogyha így lassan engedné ki magából, tehát hogy nem így egyszer ilyen nehezen, hanem folyamatában engedi magából ezt a hűsítő frissességet. Ebbe is tett kasztóreumot, tehát, és a gyümölcsök mögött, amik előjönnek, tehát van benne szilva, az egyértelmű, de ilyen zöldes, szilva lett. De nem neked zöldes, édes? Nekem teljesen ilyen zöldes szilva még. Mindenesetre szerintem a kasztórem csinál egy ilyen kis vadságot neki, egy ilyen kis erotikus feelinget. Egyébként meg tényleg egy ilyen viktoriánus korabeli zöld rétet vetítesz ki elénk, ahol piknikelünk Krisztivel, tudod, hogy leterítjük a nagy pokrócot, elővesszük azt a fonott kosarat, te kipakolod a fincsi gyümölcsöket, meg te virágok mindenhol. Na de akkor térjünk is a lényegre, hogy akkor mi inspirálta ezt az illatot? Hát ez a Far From the Madding Crow, ez Thomas Hardy-nak az egyik leghíresebb regénye.
ami tényleg, amiben tényleg megjelenik ez a, ez a harmonikus, idilli környezet, de alapvetően a sztori nem erről szól. Igen, még azt előjáróban hagyd mondjam el, hogy én pont, hogy olvasom még a könyvet. De szóval... még nem jutottál a végére. Nem spoilerezünk, tehát nem mondjuk el a végét. A lényeg az, hogy ahogy a Matosnál is, jellemzően az illatainál, mindig a nemi szerepeknek a feszegetése a központ. Tehát ez az unisex jelleg körbejárása. Ez a történet is gyakorlatilag erről szól, hiszen a középpontjában álló hölgy, a Bathsheba Everdeen, ez megörökli egy ilyen vidéki birtokot a nagybátyjától, azt hiszem talán, és hát őre hárul egy személyben ennek a vezetése, miközben saját sorsát is irányítani kell ebben a rendkívül maszkulin világban, bukkan fel ez a hölgy, három férfi is küzd a szerelméért, rendkívül izgalmas személyiségek, náluk is gyakran ez a nemi szerepek keveredése merül fel, mert néha kifejezetten alárendeltjeivé válnak a hölgynek, néha fölé emelkednek, tehát ez a játék folyik végig a történetben, ahogy ezek a férfiak hol egy kicsit nőcisebbek, hol éppen a főszereplő hölgy válik férfiassá. A végső döntése, hogy melyiket választja, azt nyilván nem spoilerezzük. Semmiért, viszont én nem néztem meg, viszont annak utána jártam, hogy ugye azért elég sok film is készült ebből, tehát hogy ugye... Sőt, az az igazság, hogy már 1915-ben megfilmesítették egy néma film, fekete-fehér néma filmet csináltak belőle, aztán John Schlesinger csinált 67-ben egy filmet belőle, Nicholas Renton 98-ban, és a legújabb az a Thomas Winterberg-é, az egy 2015-ös film, nekem azt tetszett a legjobban. A 2015-ös? Igen, magasan. Éreztél valami különbségek köztük, máshogy más hangsúlyoztak, stb., vagy... Hát mindenki nézze meg és döntse el. Döntse el saját maga. Mindegyik film az adott kornak a lenyomata. Hozzám most, mivel ebben a korban élünk, ez közelebb állt ez a megközelítés. Viszont mindenképp ez az illat távol áll a világ zajától. Illat az legyen mondjuk a Leben Gerbois Purple Night illata. Ez a Purple Night, egyébként a Ross & Ross parfümháznál van a Purple Leather, ami hasonló pörpülökkel, igen, de hogy akkor nem tudom, hogy ezzel a Purple-el neked eszedbe jut valami, kezdjek el énekelni. Purple Rain. Nem szerintem, magáról a házról mondjuk egy jó pár szót, mert hogy ez egy 1885-ben épült a jólét és a szépség temploma. Ide olyan hírességek jártak ebbe az intézménybe Párizsban, mint például Marcel Proust, vagy Renoir, vagy Emil Zola. Vagy aztán később Johnny Depp, Naomi Campbell. Igen, mert közben eltelt egy évszázad, és a 80-as évek elején újra divatba jött ez a akkoriban már lerobbant hely, és egy ilyen szórakozó helyé vált, egy ilyen underground szórakozó helyé, ahol óriási éjszakai élet folyt, minden akkori híresség meg a New Wave punk zenészektől kezdve, színésznőkön keresztül az összes hírességnek meg kellett ott fordulnia. Ez ott van Párizs szívében egyébként, és akkor most ez a bulizó hely most már teljesen átett lett alakítva egy ötcsillagos szállodává, viszont a mai napig hírességek megfordulnak benne, és azért azt hadd dicsek egyem el, hogy nekünk volt lehetőségünk beszélgetni a tulajdonossal, aki aztán ugye az összes... Jean-Pierre Marois. Akinek volt... Ő volt személyesen? Vele dumáltatok? Igen, az igen, igen, igen. Akinek meg aztán volt szerencséje találkozni sok-sok mindenkivel, és hát ugye a... Még talán Prince-el is találkozott. A 92-es években a Purple Night illatát az az esemény inspirálta, amikor Prince adott egy jó kis koncertet Párizsban, és persze, hogy... Igaz, a Diamonds and Pearls turnéja volt, és akkor utána ugrott be oda. Beugrott oda, igen, és akkor hát ott
már mint hogy elkezdett volna vacsorázni, de ő így... De megette a vacsorája. Megette szerintem. És aztán föltendelült a színpadra, és két óráig ott szórakoztatta. De senki se kért, ez csak ő azért, mert tényleg örömzenél, tehát hogy ez saját így akaratából felugrott a színpadra, és akkor két órát 300 embernek zenélt. Na most milyen exkluzív 300 ember lehetett azon? Hát mindesetre ez a Purple Rain című dala inspirálta meg a tulajdonos, illetve Dominic Ropiont felkérték, aki hát közel 300 parfüm megorrolásánál tart, számos Givenchy, Lancôme, Frédéric Malle. Hát én amúgy párat összeírtam, igen, mert ugye ez a Lavievel, ugye Lancôme-nál ez eléggé népszerű. És a New Wave-et is ő csinálta, ami ugyanennek a háznak. Vagy például van az Orlov parfümházunk, a Star of the Season, ott ami annyira bestseller, hogy most nincs is, és várják tényleg, és vadásznak rám, mert négy évszakos illat, de ősszel nagyon-nagyon durván jól tudhatni. Hát ugye Prince-ről... Júj, nem fújtuk ki. Jaj, te jó ég, úgy beszélünk Prince-ről, hogy... Igen, mert rajta még mindig a Sarah Baker pompázik. Most de, akkor kifújom rád. Jó, köszi. Tehát itt az inspiráció Prince-nek az egyik dala, ami nem csak az egyik dala, hanem egy komplett albumnak a címe, illetve egy musical, egy film musical, illetve az albumon szereplő egyik dalnak a címe, ez a Purple Rain. Hát Prince-ről azt kell tudni, hogy 58-ban született, és 2016-ban, tehát most már 6 éve, hogy eltávozott, nemzedékének az egyik legnagyobb muzsikusaként tartották őt számon. Hát így kortársa Madonnának, Michael Jacksonnak, szóval... Amiből már csak Madonna él. Mindenesetre egy rendkívül rikító, androgyn személyiség volt, hihetetlen széles hangterjedelme volt. De várj, ezt az androgyn magyarázzuk el, hogy micsoda ez, mert hogy az a definíció, hogy ez amúgy ez az androgyn nem szexuális orientációra utal, hanem ez egy stílusirányzat, ami nőies és férfias jegyeket is. Pont amiről beszéltünk, ez a nemtelenség, tehát hogy maga a parfüm is egy unisex parfüm, tehát most előbb kifújtuk, és hát tényleg elképesztő mi megy keresztül a bőrünkön, mert ez a tubarózsa paradoxon, ami Dominic Ropion belevarázsolt ebbe az illatba, az tényleg egy ilyen, kezdetben egy ilyen húsosan vibráló szörnyetekként működik, ami szinte letaglózza az ember, de aztán, ahogy nem mondtuk az illatjegyeket, de hát vannak ebben mindenféle finom gyümölcsök, mandarinok. Jászmin, pacsuli, dohány, bőr. De ez a narkózis ez először megállíthatatlanak tűnik, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen gátlástalanul terjed a véredényeinken keresztül. Gyakorlatilag pulzál velünk együtt, egy ilyen pszichedelikus élmény, de ahogy most megszagolom... Én egyébként ilyenkor mosolygok, amikor ezt hallgatom, ezeket a szavakat. De szóval szerintem a leszáradás abszolút hátrébb lép a tubarózsa, és bár ő nem az a típus, amelyik engedné, hogy őt a színpadról igen. És sokkal lágyabb, ilyen dohánylevelek simogatnak, talán a tonkabab, van benne tonkabab, mert olyan, van egy ilyen kis édeskés, vaníliás illat is benne. Tehát itt konkrétan szerintem észlelhető Prince zsenialitása ebben a szimbolikában, ez az androgűnsége, mert ez abszolút egy unisex illat, ez szerintem mindenki bőrén másképp működik, és rendkívül hatalmas a szillázsa neki. Tehát elképesztő, mikre képes ez az illat. Órákig a bőrünkön marad, és ahogy ez a dohányosabb aspektus előtérbe kerül, egy ilyen kis édes mézes jegyeket is a végén a leszáradáskor hoz magával. Nagyon merész és kontrasztokkal teli illatot alkotott Dominic Ropion, az egyértelmű. És ezt például azért hagyj hozzam fel vissza a Prince-hez, hogy ez olyan érdekes, mert én nagy Michael Jackson fan vagyok, voltam, leszek. Tudom, erről beszéltünk. De hogy akkor neked miért nem Michael Jackson, miért Prince, miért inkább az ő? Ő olyan hihetetlen módon kevert rengeteg zenei stílust, hogy ez emelte nálam olyan magasra az ő művészetét. Tehát, hogy itt a funk, aminek abszolút nem vagyok a híve, meg az R&B,
úgy keveredett a rockkal, a new wave-vel, a soul-lal, a szinti poppal, a jazzzel, a hip-hoppal, hogy az tényleg olyan művészi magaslatokba vitte ezt a sajátos egyveleget, hogy totál egyedi volt. Most azt nem mondom, hogy Michael Jackson és Madonna nem az, mert őket is tisztelem a maguk nemében, de nekem ő volt a kedvencem, őt hallgattam főleg. Ez olyan, mint a Beatles meg a Rolling Stones együtt. Hát ott is mindig két pártra szakadnak az emberek, nem jobb és baloldal, hanem Beatles és Rolling Stones. Szóval visszatérve egy gondolat az androgynre, hogy tudod, ki még nagy androgyn? Csak nem Tilda Swintonra gondolsz. De tudod, az Etat Littorange, az Eldo parfümháznál a Lightis illatot ő inspirálta. Igazából akart létrehozni egy otthon illatot. Na, és ha jól tudom, teljesen ingyen vállalta, mert annyira élvezte ezt a közreműködést ennél a parfümnél, hogy ő lehet itt az inspirátora ennek a matériának. Szóval, hogy még ilyen androgyn sztárokról van szó, akkor még itt Tilda felhozható. De szerintem térjünk hát a következő illatra, ami nem más. Még? Ó, akad még illatunk. Hát itt pár száz illatunk van. nem mára. Amit még... De várjál, még Prince-szel kapcsolatban azért azt úgy bedobnám egy kérdésként neked, hogy amikor látod ott a színpadon 300, ott vagy te is az egyik... résztvevője ennek a spontán koncertnek, és amikor Prince kigombolja a sejemingét, letépi magáról, és bedobja a közönség közé, és azt te ragadod meg, a tied lett, akkor a orrodhoz érinte, mit érzel? Mondd el! Mindenképp átjön az, hogy ő most már ma adott pár ezer ember előtt koncertet, és egy kicsit meg van izzadva. De át az az izzadság, az valahogy az ő parfümjével keveredik, amit szerintem tuti, hogy ő csináltatott magának valami személyre szóló. Nem tudjuk Prince-nek, mi volt a kedvenc parfümje, vajon mi lehet? Vagy még hogyha meg is találjuk az interneten, lehet, hogy ez csak a marketing miatt fogjuk megtenni, szóval lehet, hogy igazából, lehet, hogy ő mósuszolajat kent magára minden koncerten, és valahogy az egyedi izzadság. Tudod, lehet, hogy még a szimpla izzadsága is vonzó lett volna ott szagolni. No de akkor, izzadság. Jön a csúcspont, a harmadik parfüm, amit kifújunk. Antonio, Alessandria Rusty Vibes. Már fújom is. Ide a hajlatokhoz szagoljuk. És közben mesélek nektek Antonio Alessandriáról, hiszen ő szerintem egy eléggé meghatározó személyiség, és a parfümházát mindenki csodálja itt a Cherry Gardenben. Szóval Antonio Alessandria... szicíliai származású, Catania szívében él, és hát ő egy gépészmérnök volt legelőször, de ezért a családban ott volt így a művészet mindig, és aztán egy idő után elkezdett autodidakta módon tanulni parfüm készítést, és aztán ugyan nagy mesterektől tanult. Ez az autodidakta módon tényleg az, hogy lecsücsül, olvas, internet, nem tudom, hogy mennyire volt internet ott szóval, de hogy tesztelgeti a dolgokat. Hát Catániában is van internet, maradjunk. Ja, jó, szuper, oké. Okay. És aztán olyan szintre emelte, hogy ő a parfümjeivel konkrét történeteket mesél el, és hát ugye Catania szívében ott van a Boudoir 36, amitől nincs messze az Etna Vulcans. szóval és számos parfümjét egyébként pontosan az Etna lávája inspirálta. Illetve hát az, amit te említettél, ezek a kis történetek, gyerekkori emlékei, Dies Aurora, hogy mentek a templomba, te is említetted a tömjén jelentőségét a te életedben. Igen, pont ez az illat volt az, ami ugyanúgy hatott rám, mint a húgomra, de én ezt... Tényleg? Konkrét... Az pont az Antonio volt? Igen, az a Dies Aurora. De ez, hát én ezt tegnap tudtam meg, és én ezt nem tudom, hogy eddig miért nem tudtam, hogy te már kétszer is jártál ott. Hát valaki Catániában megy, akkor nem jellemző, hogy betéved abba a pici utcába, ahol a Boudoir 36 van, de viszont ha Catániában jut valaki, mindenféleképpen menjen el hozzá, mert lenyűgöző az üzlet, vörös drapériák, elképesztő érzés, tényleg Boudoir jellege van, rendkívül sűrű az egész, nagyon
olyan homályos és titokzatos egy élmény oda bemenni. De maga Antonio pedig volt vele már. Rendkívül közvetlen. Egy nagyon közvetlen, egy nagyon édes személyiség, akiről így nem lehet így a mosolyt így leszedni. Egyszerűen csak átjárja így a szeretet azt a szemét. Viszont az illata, a Rusty Vibes, amiről beszélünk, annak ellenére, hogy Antoniónak mindig ilyen illatos történetei vannak, ez esetben viszont nem egy történetet ad nekünk vissza, hanem egy festményhez készített el egy illatot, mert hogy is mondjuk helyesen? Cafflerebon, egy online parfümér. Ez egy online parfüm magazin, és akkor ugye a 10. évfordulójuk alkalmából akkor ugye a festményhez elkészült ez a parfüm, és hát itt van előttem ez a fotó, amit igazából most ti nem láthattok, de egyébként, ha eljöttök, megmutatjuk nektek. De szerintem a honlapon is kint van, ott megnézhetitek a Cherry Garden honlapját. De lehet, hogy a te szavaiddal át fog jönni a... Szerintem pont olyan, mint az illat, mert azt nem mondtuk el, hogy azért ebben az illatban nagyon érdekes összetevők vannak, tehát itt a marakuja, a pasió gyümölcstől kezd a kókuszon keresztül, ilyen trópusi gyümölcsökön át, sárga virágok, gyöngyvirág, jázmin, nagyon érdekes akkordja bukkan fel, míg az alapillatban inkább a pacsuli, a leszáradáskor, vanília, meg a tonkabab jelenik meg némi tömjén. Én nem nagyon, nem egyértelmű. Bocsánat, csak kimondtad a varázsszót, a pacsulit, és az csak egy másodpercre, hogy mesélnél a pacsiliről, mert tudod, hogy nekünk húsvétkor van az a sztereotípi, hogy hozzák a pacsulit, csak egy pillanat. Igen, ez egy látszárú növény távol-keletről, és valami módon itt a Krasznaja Moszkva időszakából, meg azelőttről a magyar nyelv a pacsulit, azt ilyen húsvéti locsolkodó kölnének alkalmazza a hétköznapi beszédben. Ez egy növényi kivonat, ami egy ilyen földes, néha csokoládés, meleg, mély illatod ad a parfümöknek. Ez viszonylag elérhető, tehát nem egy drága alapanyag. Ez nagyon sok parfümnek az alapját képezi. Viszont a kép, amit ábrázol, az egy üvegkancsó, amiben egy ilyen nagyon furcsa, rozsdás színű, kicsit ernyet, száraz virágok látszódnak, átlátszó levelek is fölbukkannak benne. Nagyon furcsa, érdemes megnéznetek tényleg ezt a képet a Cherry Garden honlapján, és a háttér is nagyon misztikus olyan, de milyen színnek mondanád, olyan zöldes, sárga, érdekes fénynyalábokkal megvilágított háttere van. Hát szerintem nagyon lehozza az illatnak ezt a egészen különleges rozsdásságát, ami a nevében is benne van. Ne úgy képzeljétek el, mintha egy rozsdás vasat megszagolnátok, tehát nem, mert igazából ez egy gyümölcsillat, egy nagyon, nagyon érdekes, száraz, hűvös gyümölcsillat, aminek tényleg van egy ilyen rozsdás felhangja. Szerintem ezt a sárga virágok okozhatják a gyöngyvirággal karöltve, ez az ilang-ilang. És a gyümölcsök is ott vannak, azok adnak szerintem egy kis ilyen rozsdás felhangot ennek a virágillatnak, mert ez egy virágillat, akárhogy nézzük. A leszáradás most nem tudjuk elmondani, hogy milyen, pedig őrülten szagoljuk, de még nem szárad le. Akárannyira is szeretnénk. Egyébként Antonio úgy ragadta meg ezt a festményt, és hogy az élet körforgását szerette volna így bemutatni ezzel, hogy ez az ártatlan tisztaságból, így a romlás felé elindul maga az illat, ezt a kettőséget. És valahogy érdekes tényleg, hogy az elején elindul egy ilyen lágy, gyümölcsös illatból, és ez egyre sötétebbé. Én kívánom, hogy úgy piszkosabbá válik, hogy egyre... Hát tényleg ez a dirty dolog lesz belőle. De van neki egy viaszossága is, nem? Egy krémes valami viaszos bevonatot. És nekem érzem. Itt jön egy hatalmas dolog, amit így a niche parfümöknél felfedeztem, hogy nagyon sok olyan parfüm volt úgy régebben, ami az elején így nagyon ütött, aztán eltűnt, és annyi volt. Ez meg pont fordítva van, hogy az elején így lágyan így bejön, jó, hát relatíve lágyan, azért ez nem lágy már az elején, de idővel még jobban kibontakozik, és még vadabb lesz, és tényleg egy ilyen hatalmas illattá alakul át. Szóval szerintem ez művészet, hogy gondolj bele, hogy úgy megalakítani egy illatot, hogy idővel még komplexebbé váljon. És hát visszatértünk a művészethez, itt vagyunk megint, hát ez egy művészi parfüm volt. Körbeértünk. Jaj, még egy dolgot hagy említsek meg. Majd, de azért, mert ez
lehet, hogy ez az én különleges képességem, de lehet, hogy akkor neked is ez a szinesztézia. Lehet, hogy már hallottad ezt a fogalmat. Irodalom órán tanuljuk, amikor mondjuk a költők úgy fejezik ki magukat, hogy különböző érzékszerveket összecsatolnak. De maga ez a szinesztézia, ez egy mentális jelenség is, amelyben egyik érzékszerv által keltett benyomás automatikusan aktivál egy másik érzetet. Tehát, hogy én ezt olvastam, hát nekem ilyen egyáltalán nincsen, hogy valaki számokhoz színeket köt. Én a számokkal szemben semleges vagyok. Viszont amikor szagolok illatokat, nem minden esetben, de vannak olyan illatok, amik egész erősen felhoznak nekem ilyen színeket, hogy konkrétan látom, mint hogy a zenében is hoz fel nekem, de az illatokban is. Tehát, hogy persze vannak ilyen dolgok, hogy akkor mit tudjam én, a fehér illatok, azok a fehér virágok, de ettől így kreativitásom miatt, kreatív vagyok, el tudok vonatkoztatni, és vannak olyan színek, amiket így látok, és például lehet, hogy valaki ezt a festményt meglátva nem ment volna bele így a metaforikus jelentésébe, hanem a színek alapján egy teljesen más illatot hozott volna létre. Hát nagy kérdés, hogy valaki tud-e ilyen textúrákban gondolkodni. Tehát tényleg ezek a metaforikus ugrások nem mindenkinek adatnak meg. Valaki ezt megkapja, valaki nem. Mindenesetre a lényeg az, hogy tényleg ez egy folyékony érzelem, ez a parfüm alkotás. Wow. Tehát, hogy tényleg egy megfelelő illattal azok lehetünk, akik csak lenni akarunk. Csak nyilván keresgélni kell, kutatni, gyertek el a Cherry Gardenbe, próbáljátok ki. Több mint 400-500 parfüm van itt. Több, igen. És hát akkor előre vetítenénk itt a következő podcast történetét. Szeretnénk a művészetek terén maradni még, mert szerintem bizony, ezt a témát... Mert hogy a Cherry Garden blogját is, ha megnézitek, ott elindítottunk egy sorozatot, aminek ez az alaptémája, különböző kiállításokat veszünk sorba, hogy amiket illatok inspiráltak, illetve közük van a kiállított tárgyaknak az illatokhoz. Úgyhogy maradnánk ezen az útvonalon, 3-4 parfüm bemutatásával. Átadom a szót, Kriszta. És hát elérhetőek vagyunk. Zenék, művészek, vendégek, minden lesz a következő alkalommal. Szóval csak annyit kérünk tőletek, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, most már TikTokon is elérhetőek vagyunk. És hát maradjatok illatosak, használjatok minél több és minél jobb parfümöket. Legyen nagyon szép napotok, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám, Laci bá, és akkor sziasztok! Sziasztok! Hello!